Most mondja azt a szomszédjának, hogy hello! Köszönöm! Most mondja azt a másik szomszédjának, egy másik szomszédjának, hogy hello! Köszönöm szépen! Most mondja azt egy harmadik embernek, akinek eddig még nem mondta, hogy hello! Köszönöm szépen! És végezetül mondja azt hangosan nekem, hogy hello Gábor! Hello! No, akkor kezdjük! A teljes egészséghez vezető út. Miről szólt az a mai előadás? Mit hozott ide a nyíregyháziaknak? Egy üzenetet, az üzenete mindig ugyanaz, az embernek lehetősége van arra, hogy minden korábban hitnél sokkal magasabb minőségű életet éljen. Ezt nevezhetjük egészségnek is, én jobban szeretem az életminőséget, és hoztam eszközöket. Olyan eszközöket, amelyek bevált eszközök, megbízható eszközök, biztonságosak, és garantáltan életminőségjavulást eredményeznek. És én mindenhol, ahova megyek, azt látom, hogy az embereknek erre nagyon komoly igényük van, mert szerencsére sokan vannak, akik nem fogadják el azt, ahogyan élnek, és biztosak abban, hogy élhetnének sokkal jobban is. Hogyha néhányat emelnénk ki ezekből az eszközökből, illetve a technikákból is, mert azokból is van egy néhány, akkor melyek lennének a legfontosabbak? Hagyj vegyek az eszközök elé valami fontosat. Az embernek ahhoz, hogy az eszközöket értse és jól tudja használni, szüksége van alapvető ismeretekre. Tehát egy autó is egy eszköz, és egy autót kell tudni vezetni. Úgyhogy az előadás arról szólt, hogy mik azok a legfontosabb alapvető ismeretek, amelyek birtokában egy ember jól tudja kormányozni az egészségét. Mondok egyetlen egy példát. Az emberek nincsenek tisztában azokkal az orvosi tudományos kutatásokkal, amelyek megmérték, hogy mennyi egy embernek teljesen nyugalmi állapotban, optimális hőmérsékleten, mindenféle fizikai munka és beszéd nélkül az abszolút minimális folyadék szükséglete. Ha ezt egy ember ismeri, akkor rögtön össze tudja vele vetni, hogy ő elegendő folyadékot fogyaszt-e. Mondom konkrétan, megmérték egy 70 kg-os embernek az abszolút minimális folyadék szükséglete, aminél kevesebbnél már károsodik a szervezet, 2000 ml naponta. Ez nagyjából egy 10 kg-os testsúlyra átszámolva közel 3 deciliter folyadék, és az emberek ilyenkor szoktak a homlokukhoz kapni, hogy Atya Úristen, ennél is sokkal kevesebb folyadékot fogyasztok. Ez egy eszköz az eszközök közül. És azért mondtam ezt az eszközt, mert olykor az emberek úgy vélik, hogy az egészséggel törődni és az egészséget megtartani, vagy magasabb szintre emelni, költséges és csak bizonyos kiváltságos kör számára elérhető, hát kérem szépen vizet mindenki tud inni. És elmondom az előadáson azt is, hogy például azok között, akik nem fogyasztanak krónikusan, hosszú távon, nem fogyasztanak elegendő mennyiségű folyadékot, nagyon nagy az esély, hogy magas vérnyomás alakul ki. Tehát a szomjazás magas vérnyomást eredményez. És ha elmegy orvoshoz, kap egy vérnyomás csökkentőt, ami nem fogja kezelni a vérnyomását, mert ő szomjas. És a vérnyomás csökkentő nem tud neki használni, csak ártani, hiszen nincs rá szüksége. Tehát ehhez hasonló praktikus tanácsok sokaságával látom el az embereket. Hogyha azt veszük, hogy most hogyan változik a világ, és gondolhatunk itt a globális felmelegedéstől kezdve az ételeink beltartalmán át egészen sok mindenig, változik-e azoknak az eszközöknek a sokasága, amivel mi az egészségünket megvédhetjük, megóvhatjuk hosszú távon? Én azt gondolom, hogy alapvetően vannak olyan természeti törvények, amelyek mindig is érvényesek voltak. Ezek a kezdetektől fennállnak, például a folyadékfogyasztás és egyéb dolgok. El szoktam mondani egy érdekes gondolatot, hasonlót. Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy hogy lehet, de a több ezer évre visszamenő ásatásokból származó minták
elemzése azt mutatja, emberi maradványok elemzése, hogy az emberiség mindig is vitaminhiányos volt. És ez egy nagyon érdekes gondolat, de ezek elemi dolgok. Folyadékfogyasztás, vitaminok, ásványanyagok, táplálkozás, erről is adok alapvető adatokat. Említettük már a vizet, és most ugye említette a vitaminokat is. Melyek azok, amiket mindenképpen mindenkinek alapvetően szem előtt kell tartani, és itt most nem arra gondolok, hogy különböző gyógyhatású készítményeket, hanem csak magát a vitamint. Mi az, amit abszolút elhanyagolunk, pedig szükségünk lenne rá? Nagyon egyszerű a képlet. Az embernek ahhoz, hogy igazán egészséges legyen, körülbelül 15 féle vitamin megfelelő arányú keverékére van szükség, és legalább 8-10 féle ásványi anyaggal vegyítve ezt az egészet. Ez egy olyan recept, ami mindenkinek segít megóvni az egészségét. A vitamintartalmat és a vitamin bevitelt azt hogyan kell jól megállapítani? Hát a számítások szerint az élelmiszereinkből származó mennyiséget nagyjából figyelmen kívül lehet hagyni, mert például ahhoz, hogy 1000 mg C-vitamin, tehát 1 g C-vitaminhoz jusson valaki, minden áldott nap meg kellene ennie 4 kg földi epret. És hát 4 kg földi epret nem szoktunk megenni. Nagyon kicsi az élelmiszerek vitamin tartalma, ez nem jelenti azt, hogy nem kell zöldség és gyümölcsféléket fogyasztani. Ez nem jelenti azt, hogy a vitamin készítmények, még ha olyan nagyon jók is, hogy minden vitamin, minden ásványanyag bennük van, pótolnák a megfelelő étrendet. Ezek hozzáteszik azt, ami azokból hiányzik, és ezen az előadáson én nem tudhatok egy ilyen előadáson mindent elmondani a táplálkozásról, de csinálunk egy gyors áttekintést az emberi test felépítéséről, és például felhívom a figyelmet arra, hogy súlyos tévhit, hogy a sófogyasztás ártalmas az egészségre. Egyébként az orvosi tankönyv adatai szerint is tévhit. Felhívom a figyelmet arra, hogy milyen nagy mennyiségű ásványi anyagra lenne szükség, és a természettudományos tények alapján röviden ugyan, de demonstrálom azt, hogy a zsírfogyasztás visszaszorítása érdekében gerjesztett, nem egyszer hamis propaganda, valójában nem szolgálja az emberek egészségét. Akkor még egy utolsó gondolatként beszéljünk arról, hogy szedhetünk ugye vitaminokat, ásványanyagokat, de tönkre lehet tenni ezeknek a hatását a nem megfelelő életvitellel. Mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni? Gondolok itt akár az alkoholra, dohányzásra. Ezeket érdemes a szem előtt tartani akkor, amikor valaki megválasztja, hogy milyen vitaminokat szedjen. Én alapvetően ezekkel a témákkal nem foglalkozom az előadásomon. Dohányzás és alkoholfogyasztás messzire vezetne. Más dolgokkal foglalkozok, de például kiemelem, ami egy nagyon értékes dolog, az ember életének az egyharmadát az ágyban tölti, hogy a megfelelő fekhely és a testi egészség hogyan függ össze, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és elmagyarázom azt, hogy hogyan tudnak az emberek reggelente, nagyon egyszerű módon, már néhány percben úgy mozogni, hogy az az egész napjuk jól létét szolgálja.